A beruházás a Delfin Vízi Sportklub, a Magyar Vízilabda Szövetség, a Kazincbarcika Ördögök Sportegyesület, a Magyar Jégkorong Szövetség, a Vanhua Borsodkem ZRT, illetve Kazincbarcika Város Önkormányzata együttműködésében valósul meg a Látvány Csapat Sportágok támogatási rendszere által és rendkívül jelentős önkormányzati forrás segítségével összesen 5,5 milliárd forintból. Demeter Zoltán köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy az összefogásnak köszönhetően megépülhet a kazincbarcikai vízi komplexum és jégcsarnok a régió központjában. Vannak olyan beruházások, amelyek próbáltam hangsúlyozni politikától mentesekkel, hogy legyenek, és véleményem szerint ilyen a sport létesítményeknek az építése, felújítása, hiszen valóban az a legfontosabb, hogy a gyermekeinket meg tudjuk teremteni azokat a lehetőséget, feltételeket, amelyek az egészséges életpóra való nevelésben is szerepet játszodnak, és természetesen is annak is szurkolnék, hogyha a Kazincbarcikai Ördögök valamikor mondjuk a Magyar Jégkorong Bajnokság első osztályba játszanának. Tehát ez egy nagy lehetőség, és nem csak Kazincbarcika, hanem a régió és a térség számára is. Bíros Péter szintén megtisztelőnek tartotta, hogy ő képviselhette a Magyar Szövetséget ezen a jelentős eseményen. Sipos Levente, a Magyar Jégkorong Szövetség főtitkára megerősítette, hogy valóban egyedülálló lesz ez a létesítmény, hiszen ő sem találkozott még ilyen komplex épület együttessel. Klimon István alpolgármester kiemelte, hogy kuriózum lesz a vízi komplexum és a jégcsarnok, nem csak azért, mert itt egy helyen hódolhatnak szenvedélyüknek a vízi és jeges sportok kedvelői, hanem mert maga a régóta várt strand is megvalósul. Az alapkő letételnél az együttműködők képviselői közösen eresztették le az urnát, melyben az Ördögök Ese és a Delfin Klub ajándékai mellett közös fotók is őrzik majd az utókornak az esemény emlékeit. Térség egyik legnagyobb olyan sportberuházása, amely azt gondolom, hogy több száz, akár több ezer fiatalnak fog sportolási lehetőséget biztosítani. Ami legfontosabb indítatása nyilván ezeknek a sportlétesítményeknek az, hogy magukat, a fiatalokat megszeretessük bármelyik sporttal. Itt kiváltképp ugye a jégkoronggal és a vízilabdával, tehát a jegesek szerelmesei és a vízisportok szerelmesei fognak itt találkozni majd a mögöttünk majd álló együttes épületben, amiben egyébként azt gondolom, hogy nagyon sok olyan embernek a keze van benne, és egy olyan teljes körű összefogásként csúcsosodott ki, ami méltóképpen szintén egyébként elismerésemet és elismerését vívta ki mindenkinek, hiszen egyrésztről van egy jogszabályi környezet, amiben egyébként a Vanhua Borsodkem egy markáns szerepvállalásával, ugye a gazdasági prosperálásával tud biztosítani a városnak egy óriási lehetőséget. Meg kell említenünk természetesen az országos szövetségeket, akik egyébként nyilván partnerek voltak abban, hogy ez a létesítmény elinduljon, és ez a csoda itt megvalósuljon Kazincbarcikán, és nyilván kellettek az önkormányzati képviselők és maga a város vezetése, maga Kazincbarcika, aki egyébként magát az önrészt és magának a keretét adta ennek magának a létesítménynek és magának ennek a csodának, amire azt gondolom, hogy az elkövetkezendő években itt az ide látogatók és a város szeme előtt fog felnőni, és ahogy egyébként szintén a hozzászólók jelezték, hogy igazából majd akkor lesznek még boldogabbak, amikor magának az avatási ünnepségen vesznek majd részt. Az urna behelyezése után dr. Ronyec Róbert, a Kazincbarcikai Delfin Vízi Sportklub elnöke, és Klimon István, a Kazincbarcikai Ördögök Jégkoronges elnöke helyezték el az alapkő fedlapját, Orosz Tamás, a Kazincbarcikai Delfin Vízi Sportklub elnökségi tagja, Egri István, a Magyar Jégkorong Szövetség gazdasági bizottságának tagja, a DBTK Jegesmedvék elnöke, valamint Szatmári Gerjő, a Jégkorongese alelnöke közreműködésével. A ceremónián a delfinek és az ördögök sportolói és edzői mellett Bíros Péter, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, valamint Gőz Balázs és Miskolci Márk válogatott jégkorongozók is részt vettek. A két válogatott sportoló átnyújtotta a helyi csapatnak a Magyar Jégkorong Szövetség ajándékát is, amely 10 komplett alapfelszerelés volt. A fiatal kazincbarcikai játékosok a közös fotózást követően egy homokképet is készíthettek és hazavihettek, mely a saját csapatuk logóját ábrázolta.